Sziasztok! Az én témám a fiatalok életkori sajátosságai, és rögtön ki fogom forgatni ezt a címet. Nem vagyok pszichológus, bár tanultam pszichológiát, és nem a fiatalok életkori sajátosságára fogok beszélni, legalábbis fejlődés történet szempontjából, hanem arról a korról, amelyben élnek a fiatalok. Mert szerintem ez sokkal fontosabb, és mivel ez egy hatalmas téma, és nagyon kevés az idő rá, ezért néhány ablakot szeretnék csak nyitni erre a témára, és valószínűleg több kérdést fogtok felvetni, vagy feltenni ezután, mint amennyi választ fogtok kapni tőlem, de ez a célom, hogy kezdjünk el beszélgetni arról a korról, amelyben a mai fiatalok, és megélik ezt a fiatalságukat. Kezdjük az elején. 21. században felnőtt gyerekek az életük első 5 évében átlagosan 4,5 órát ülnek képernyő előtt. Nyilván, hogyha egy kisgyerek azzal kezdi az életét, hogy képernyőt néz, akkor általános iskolás korában is képernyőt szeretne nézni. Az általános iskolások zöme megkapja az okostelefonját alsó tagozatban. És hogyha megkapja alsó tagozatban a telefonját, és továbbra is képernyőt néz, akkor olyan fiatal felnőtt lesz, aki a kutatások szerint 6 perc után elkezd szorongani, hogyha nem nézhet rá arra a képernyőre, amelyen felnevelkedett. 2018-ban volt egy nagyon fontos kutatás itt Magyarországon. 3 éves gyerekeknek a szüleivel készítették el, és azt vizsgálták, hogy 0 és 3 éves koruk között mennyi képernyőt néznek a gyerekek, és mikor kezdik meg a digitális eszközök használatát. Ez, ami ki van vetítve, egy döbbenetes diagram, azt mutatja, hogy a gyerekek 7-14%-a 1 éves kora előtt eszközhasználóvá válik. A narancssárga sávval közel 50%-á növekszik azoknak a száma, akik 2 éves korukra digitális eszközöket használnak, okostévét, telefon, táblagépet vagy számítógépet. A 3. életévükre már körülbelül 80%-nál tartunk, és a 4. életévükre beáll ez ilyen 95-96% környékére. A gyermekek 3 éves korukra, és magyar gyerekekről van szó, digitális eszközhasználókká válnak. Ez egy olyan kor és egy olyan környezet, amire korábban még nem volt példa. Mit okoz ez? Van egy nagyon jó előadás, egy TED-es előadás, fent van a YouTube-on, Dimitri Christakis előadása, aki egy elég nagy léptékű kutatást foglalt össze az ő előadásában. Azt vizsgálták, hogy a 3 év alatti gyermekek agyára, az agyuknak a fejlődésére hogyan hat a képernyő. És fontos azt tudni, hogy az agynak a fejlődése az első 3 évben 15-ször gyorsabb, mint az azután következő időszakban. Ez az első 3 év, amikor nagyon nagy ütemben és gyorsasággal és számban alakulnak ki azok az idegpályák és az a neuronhálózat, amin keresztül megtanulják érzékelni és feldolgozni az őket körbevevő valóságot. És van egy probléma a valóság és a képernyő között. Méghozzá az, hogy amit a képernyőn látunk, az sokkal gyorsabb, sokkal intenzívebb, sokkal gyakoribbak benne a vágások, mint a valóságban. A valóság a digitális világhoz, a vizuális ingerekhez képest nagyon lelassult valóság. Viszont amikor a gyerekek képernyőket néznek, pont ebben az időszakban, amikor az agyuk szocializálódik és hozzászokik az őket körbevevő valósághoz, akkor tulajdonképpen ebben a nagyon intenzív fejlődési szakaszban az történik velük, hogy az agyuk azt hiszi, hogy a valóság ugyanolyan gyors lesz majd később is, mint amilyen gyorsak azok a felvételek, amiket a képernyőkön látnak. És az egyik sokkoló következtetése volt a kutatásnak és ennek az előadásnak, hogy ez szerint a kutatás szerint, amit egyébként túlingerlési hatásnak is neveznek, az agyunk túlingerlődik a vizuális effektektől. Ennek az az egyik következménye, hogy 3 éves korig ahány órát naponta képernyő előtt tölt egy gyermek, átlagosan minden egyes ilyen óra 10%-kal növeli az esélyét annak,
hogy mire 6 évesen az iskolapadba kerül, vagy figyelemzavaros, vagy tanulási zavaros lesz. Minden egyes óra 10%-kal növeli az esélyét. Miről szól ez? Szeretnék egy újabb ablakot nyitni, kicsit hozzákötődve, az időről. Mennyi időt töltünk el, vagy töltenek el a mai fiatalok ebben a felgyorsult digitális világban képernyők előtt? És még talán egy gondolat a kettőt összekötve. A Veszprémi Egyetemen tartottam 2 évvel ezelőtt egy előadást erről a témáról, és az előadás után egy egyetemista fiú odajött hozzám, és azt mondta, hogy ő tisztában van vele, hogy számítógépjáték függősége van. Az összes szabad idejében játszik. És amikor átgondolta, hogy miért vonzó számára annyira a számítógépes játék, akkor azt kellett megállapítania, hogy számára az élet, a valóság az túl lassú és túl unalmas. Szüksége van arra a fajta pörgésre, amit a digitális és a vizuális világ ad neki. És erről szól ez idő. Sok mindent lehetne itt elmondani, rengeteg statisztika, meg adatkering a köztudatban arról, hogy mennyit facebookozunk, mennyi időt töltünk az interneten. Én egyetlen egy szegmenst szeretnék kiemelni, és példaképpen megmutatni, hogy mit okoz ez a szegmens. A gyerekek és a fiatalok 35 órát töltenek iskolában hetente. Hogyha a szüleik odafigyelnek rájuk, akkor 50-56 órát alszanak hetente. És 75 órát töltenek el képernyő előtt hetente. 75 órát, az a napi több mint 10 óra. Ebbe beletartozik a számítógép, beletartozik az esti videózás, YouTube-ozás, a Facebook, a játék, minden beletartozik ebbe. Ez, hogyha kivetítjük egy évre, egy hatalmas mennyiségű idő. 2018-ban a Magyar Esport Szövetség csinált egy nagy mintás kutatást fiataloknál. Ők azt találták, hogy Magyarországon 425 ezer olyan fiatal van, aki magát esportolónak vallja. Ennek vannak különböző szegmensei, hogy mi alapján lesz valaki esportoló. Ez a 10 és 30 éves korosztály körülbelül egy negyede. Őrájuk az jellemző, hogy hétköznapokon 4 órát vagy többet játszanak, ennek a korosztálynak a 33%-ára ez igaz. Hétvégén az egyharmaduk 6 óránál is többet játszik naponta, de ha csak a 4 órát nézzük, akkor az már a kétharmada a fiataloknak. Tehát napi 4 óra számítógépes játék. Sokféle kutatás készült Magyarországon, nemzetközileg is, az Európai Unióban, nagyjából ugyanarra a számra jutnak el. Egy mai fiatal évente 1250 órát tölt számítógépes játékkal, és ebben még nincs benne a Facebook, nincs benne az Instagram, az egyéb social media és az egyéb aktivitás a számítógépen. 1250 óra, ez azt jelenti, hogy napi 3,5 óra körülbelül. Azok a fiatalok, akiket én a környezetemben ismerek, simán megütik ezt a számot, amit számítógépes játékkal töltenek el. Mit jelent 1250 óra egy évben? Ugyanebben a kutatásban megkérdezték magukat az e-sportoló fiatalokat, hogy szerintük az az 1250 óra, amit ők játékkal töltenek, mitől veszi el az időt. Ezen a diagramon azt lehet látni, barátok, tanulás, sport, család, hobbi, ebből vonja el az időt a számítógépes játék, tanulás 400 óra egy évben, sport 250 óra egy évben, ami helyett játszanak. Azaz, hogyha nem játszanának, akkor 250 órát sportolnának, 400 órával többet tanulnának. Lenne hobbiuk, amiben 200 órát tudnának beletenni. Rengeteg idő ez az 1250 óra. Na nézzük, mire elég. Ha azt nézzük, hogy valaki elkezdi a tanulmányait 6 évesen, beül az iskolapadba, akkor addig, amíg megkapja az érettségit, tehát abban a 12 évben, ez 15 ezer óra. 15 ezer óra számítógépes játék. Ez a kedves fiatalember, akit ilyen képen föl megmutatok a dián, ők Malcolm Gladwell, egy szociálpszichológus, ő alkotta meg a 10 ezer órás szabályt, mint egy törvényszerűséget, amely arról szól, hogy ha valamit 10 ezer órán keresztül gyakorlunk, akkor abban világklasszisok leszünk. És mindegy, hogy miről van szó, zenéről, sportról, atomfizikáról, ha 10 ezer órát csináljuk,
akkor abban nemzetközi szinten eredményeket tudunk elérni. Ugye most ott tartunk, hogy a fiatalok zöme 15 ezer órát játszik. És ennek a játéknak nyilván vannak pozitív hozadékai, és vannak negatív hozadékai, ez a kettő együtt hat. Én attól tartok, hogy az, ami kimarad ebben a 15 ezer órában, az annak nagyon fontos lenne benne maradnia. És talán még egy érdekesség, ahhoz, hogy egy alapszintű diplomát megszerezzen valaki, 3500 órát kell tanulni. Ez ugye azt jelenti, hogy a mai fiatalok, ha videójátékozás helyett tanulnának, akkor az érettségivel együtt 4 egyetemi diplomát is megkaphatnának. Most azt leszámítva, hogy nyilván 6 évesen nem fog egyetemre járni egy gyerek. Itt csak az időmennyiségről van szó. És azt akartam ezzel illusztrálni, és nyilván nem minden fiatalra igaz ez, de a fiatalok egy nagy részére igen, hogy mennyi idő telik el az életükből egy olyan játékkal, ami a videójátékozás, amit meg lehet ítélni, amiben lehet jót és rosszat találni, de ami valami mást helyettesít az életünkben. Ez körülbelül az én 18 éves életem, amit itt felskicceltem erre a diára. Én 18 éves korom környékén évente 400 könyvet elolvastam, körbejártam Európás toppal, hónapokon keresztül csavarogtam, és ismertem meg különböző embereket és kultúrákat. Régész akartam lenni, volt egy állatkertem a lakótelepi szobámban, mert amatőr természetbúvár voltam, NB1-be fociztam, és írtam a verseimet meg a regényeimet. Mert az én generációm még nem képernyőkkel lett nőtt fel. És ez a sok minden, amit csináltam a sporttól, a hobbitól, a kikapcsolódástól, kezdve, ez manapság nagyon hasonló formában néz ki, nem mindenkinél, de sok fiatalnál. A szórakozás, a kapcsolattartás, a munka, a kikapcsolódás, a tanulás mind ugyanazon a platformon történik, míg a korábbi generációk életében ez másképpen történt. Tari Anna Mária az a pszichológus, aki a legtöbb könyvet írja és a legtöbbet foglalkozik a fiatalokkal, és van egy nagyszerű könyve a Z-generációról, és abban van egy nagyon-nagyon fontos mondat, ami úgy hangzik, hogy a meg nem ismert dolgok elvesztése nem fáj. Abban a 15 ezer órában rengeteg meg nem ismert dolog van. Ami nem fáj a hiánya, mert nem ismerték meg. Mert nagyon sok minden kimaradt az életükből azoknak, akik ennyi időt töltenek egy képernyő mögött. Egyet fogok csak mondani, egy olyan dolgot, ami meg nem ismert dolog, és aminek nagyon nagy következménye van az életünkre nézve, ez pedig a szavak. Volt 2013-ban egy olvasási szokásokat felmérő kutatás, ami azt mérte, hogy a kifejezetten 15-25 év közötti korosztály mennyi könyvet olvas, 28%-uk soha, 35%-uk ritkábban, mint havonta. Ez azt jelenti, hogy ennek a korosztálynak, a fiatal korosztálynak több mint a fele nem olvas semmit. Gyakorlatilag semmit. Nekem ez a tapasztalatom, amikor elmegyek fiatal barátaimhoz, és benyitok a szobájukban, nincsenek könyvek. Mondhatnánk azt, hogy megváltozott a platform. Egy 2017-es kutatás ugyanezt a statisztikát hozza. És a 2020-ban nemrégiben publikáltak még egy kutatást, ezt a Tárki csinálta meg, ami ugyanezeket az adatokat hozza, de azt is megmérték, hogy miért nem olvasnak a fiatalok, és nem tudom mennyire látszik, a legfelső sávban 45% mondja azt, hogy nem szeret olvasni. Volt egy irodalomtudományi kutatás, nagyon érdekes. Azt vizsgálták, hogy a magyar szókincsből hány szót használtak a 19. század végén élő emberek a levelezésükben, a hétköznapi beszédükben, az írásaikban. A 19. század végén 35-75 ezer szó volt az aktív szókincse egy embernek, amit ő a mindennapi életében használt. Egy 40 éves ember ma 15-25 ezer szót használ a magyar nyelvből, napi szinten ennyivel gazdálkodik. És egy alfa, Z-generációs fiatal szókincse, aktív szókincse 1200-1800 szó. Lecsökkent a szavaknak a használata. Nyilván, aki nem olvas, nem szed föl szavakat. És mire valók ezek a szavak? Mondjuk 1500 legyen a közepe. 1500 szó, amivel
megérthetem a világot, kifejezhetem önmagamat és a gondolataimat, szerelmet vallhatok egy lánynak. Egyre kevesebb az a szó, ami rendelkezésünkre áll, mert kimaradnak az életünkből a könyvek. Ennek pedig az lesz a következménye, ez szomorú magyar statisztika, hogy a fiatal korosztály 20%-a funkcionálisan analfabéta, a 28%-a pedig majdnem az egyel alatta lévő szinten van. A funkcionális analfabétizmus azt jelenti, hogy el tudják olvasni azt, ami le van írva, de nem minden részletet értenek meg, az összefüggéseit a szövegnek nem értik meg. És nyilván ez ott fog elkezdődni, hogy le kell érettségizni. És az érettségi, a matematika tanárok szerint az érettségi legnagyobb problémája a szöveges matematika feladat. Nem az a baj, hogy nem tudja a matematikát megoldani a diák, hanem hogy nem érti meg, mit kell csinálni. De amikor majd valaki leérettségizik, akkor majd ott jön a szövegértés, amikor egy banki szerződést kell értelmezni, egy munkaköri leírást kell értelmezni, vagy hogyha keresztények vagyunk, a Bibliát kéne értelmezni. Fiatalok nagyon hajlamosak azt mondani, meg sok kutató persze, hogy régen is ugyanaz volt, ami ma volt, csak megváltozott a platform. A könyvek a képernyőkre költöztek, a szavak a képernyőkre költöztek. És nyilván ennek egy része igaz. Csak a platform változott meg. Azonban megváltozott valami más is. Amikor képernyőn keresztül olvasunk, akkor az információ töredékekben áll a rendelkezésünkre. Minden valamire, magára valamit adó internetes tartalom, gondoljatok egy hírpoltára, úgy épül föl, hogy a nyitó oldalon kiemelt címek szerepelnek, és a szemünk a képernyőt szkenneli. Így olvasunk. Amikor leszkenneljük a vastagon kiemelt címek közül azt, ami bennünket megragad, akkor elolvasjuk az alatta lévő leadeket. A lead az egy újságírói kifejezés, egy két-három soros, vagy összefoglaló mondat, vagy pedig valami olyasmi, ma már inkább marketing szöveg, ami arra motivál, hogy kattintsunk bele a cikkbe és olvassuk el a tartalmát. És amikor belekattintunk, akkor az ott lévő tartalom is nagyon jól van struktúrálva és kiemelve, mert a képernyőn való olvasás lényege a szkennelés. A szemünk szkenneli az információt. Nem olvasunk egyfolytában, és voltak éppen az az információ, ami így rendelkezésünkre áll, töredezett. Ezt jelenti a fragmentált információfeldolgozás. Ugyanezt csinálja a Google. Amikor beütünk egy keresőszót, kidobálja nekünk a találatokat, és mi kiszemezgetjük belőle azt, ami szerintünk majd releváns lesz, és információ töredékeket fogadunk be, és ebből építjük fel a tudásunkat. Ehhez képest az olvasás, és különösen az elmélyült könyvolvasás, amikor valaki leül egy ilyen kanapéra, elővesz egy könyvet, és két órán keresztül nem csinál más, csak olvas, egy lineális információ feldolgozás, az agyunk másképpen dolgozza fel az információt. És ahogy lapozunk a könyvben, ahogy olvassuk az egyik mondatot a másik után, minden egyes elolvasott mondat és oldal beleépül egy összefüggésrendszerbe. A lineális információ feldolgozás okozza a kontextust, az összefüggésrendszert, amit a fragmentált információk nem adnak meg. És a kontextus az, amikor az információ beágyazódik és hozzákapcsolódik egy másik, már meglévő és magunkévá tett információhoz, ezt nevezték régen intelligenciának. A 70-es évektől mérik a társadalmi intelligenciát. Ez azt jelenti, hogy egyfajta ilyen átlag vagy középintelligencia a nyugati világban, és ahogy a technológia fejlődött, úgy fejlődött az emberiség átlag intelligenciája is. Egészen a 95-2000-es időszakig. Akkor megállt ez a fejlődés, és azóta 0,23 ponttal folyamatosan csökken az emberiség átlag intelligenciája. Mit jelent ez? A legismertebb IQ pontszámok, IQ skála, az egy 10-es skálában vizsgálja az intelligenciát, az átlagos embereknek az intelligencia hányados, az ugye logikai intelligenciára fókuszál, 90 és 110 között van, 90 alatt vannak a nehezen tanuló, nehéz felfogással rendelkezők, 80 alatt vannak, akik már kisegítő iskolába járnak, és 110 fölött vannak azok, akik jó képességűek. 2018-ra elértünk odáig, hogy már több mint 5 pontot csökkent az emberiség átlag intelligenciája, ha nem történik semmiféle kulturális változás, akkor 2038-ra elérjük a 10 pontos csökkenést, azaz az egész skála egyen leugrik, és csak néhányat mutatok ebből.
az átlagosan, az, a középátlag, akik a tanulmányaikat elvégzik, és van felsőfokú végzettségük, de azért meg kell küzdeniük, a korábbi 25%-ból már csak 12%-nyian lesznek, fele annyi átlagos képességű lesz. A tanulási nehézségekkel küzdők 10% helyett 25%-an 2,5-szer annyian lesznek, míg a kiváló szakemberek és vezetők, akik az egyetemi tanulmányokat könnyen elvégzik, és közép- vagy felső vezetőké válnak, azok gyakorlatilag 60-ad annyian lesznek. Ezt okozza a kontextus hiánya és a szavak hiánya. Mit okoz még? Mi a különbség a között, hogy a Trónok harcát elolvassuk, vagy megnézzük sorozatban? Van egy nagyon fontos tevékenység, ami egész gyerekkortól kezdve meghatározza és felépíti a személyiségünket. A szavak absztrakt dolgok. Amikor egy szót szóval találkozunk, rágondolunk, akkor automatikusan az agyunk megpróbálja azt vizualizálni, elképzelni. Ezt hívják fantáziának. A fantázia az, amikor az elme új dolgokat teremt, az absztraktból egy valóságot, egy vizuális valóságot próbál meg elképzelni. És nagyon jó ez a definíció, amit itt kiírtam erre a diára. Az elmének az a képessége, hogy a már meglévő tapasztalatokból valami teljesen új dolgot hozzon létre. Ez a fantáziának a szerepe. És rengeteg kutatás szól arról, hogy azok a gyerekek, akiknek gyerekkorukban olvastak mesét a szüleik, azokban kialakul a fantázia képessége, míg azok, akik képernyő alatt töltik a gyerekkorukat, azok sokkal szegényesebb fantáziával fognak rendelkezni. A fantáziának a legfontosabb következménye az a kreativitás. És a 21. században egy olyan világban élünk, amikor a munkaerőpiacra kilépve mindenki kreativitást vár a fiataloktól. Egy olyan tulajdonságot, amire nem szocializálódott az agyuk, amit könyvek és szavak nélkül nem képesek megcsinálni. És a kreativitásnak a legfontosabb gyakorlati alkalmazása az a probléma megoldás. Mert ha nincs fantáziám, nincs kreativitásom, csak másolni tudom mások probléma megoldásait. Tudok olyan recepteket találni, ami alapján megpróbálom megoldani a saját problémáimat, de ha nincs fantáziám, nincs kreativitásom, nincs intelligenciám, mert nincsenek szavaim, akkor a probléma megoldásom egy nagyon szűk mederben tud haladni, és csak azokra a problémákra tudok majd választ találni, amire valaki más már választ talált, és elmondja nekem, vagy megnézhetem, vagy megtudhatom. Ez a kontextusnak a szerepe. A mai fiataloknak a világát körbeveszi egy virtuális kontextus. És ez azt okozza, hogy az a, amit mondjuk az én generációm, az idősebb generációk tinédzserként éltek át, hogy elkezdtek randizni, hogy megkezdték a szexuális életet, hogy elkötötték apucinak a kocsiját, hogy megitták az első boros meg sörös koktéljaikat, és jól berúgtak tőle, vagy hogy elkezdtek dolgozni. Ez a mi generációnkban 10 évesen történt meg, a mostani generációban már 20 évesen történik meg, bevezették ezt a hunédzserek fogalmat a tinédzserek mintájára a pszichológusok, mert kitolódott a felnőtté válás ebben a mai generációban, egyszerűen azért, mert egy évtizede tovább játszanak a mai fiatalok. Tovább élik a virtuális valóságot a mai fiatalok, és sokkal később nőnek föl. És nyilván föl fognak nőni. Nem az a probléma, hogy baj van ezekkel a fiatalokkal. Az a baj, hogy elveszítenek 15 ezer órát. Az a baj, hogy hiányozni fog az életükből egy csomó olyan dolog, amit talán 10 évvel vagy 20 évvel később kell bepótolniuk. És később tudnak csak építeni rá egy életet. És az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, egy egészen másfajta kontextus. És ezzel zárom le a mondandómat. Akkor, amikor egy antilop a szavannán átéli azt, hogy a nyakába ugrik egy ragadozó, és valami csoda folytán megmenekül, akkor ő túlélte a halálát. Jön a következő nap, és az antilop nem fog azon gondolkodni az afrikai szavannán, ott legelészés közben, hogy mennyire értékes az élete, tegnap megmenekült a haláltól, és hogy neki jól ki kéne használni a hátralévő napjait, mert ki tudja, hogy mikor fogja elragadni őt az oroszlán, vagy a jaguár, vagy a gepárd. Az ember az egyetlen lény ezen a Föld nevű bolygón,
amelynek van haláltudata. És a haláltudat egy olyan kontextus, ami létrehozza az élettudatot. Egy olyan kontextus, amiben az életnek lehet értelme, lehet érvénye, és lehet jelentősége. És talán azzal tudom összefoglalni ezt az előadást, hogy egy olyan fiatal kort kellene elképzelnünk, vagy olyan fiatal korban kellene támogatnunk azokat, akik ránk vannak bízva gyülekezetben, családban, bárhol, iskolában, barátaink, ahol ez az értelem, ez a kontextus valódi jelentést, tartalmat és súlyt adhat az ő életüknek. Sok sikert hozzá! Thank you.